Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 4-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és mik a tervei. Ez a felső kártya megadja rá a választ, mint ahogy a kép mutatja is, ő keresi a közelséget, és szeretne valamit közölni veletek. Mégpedig személyesen, esetleg telefonon keresztül. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. Kell most, hogy ti adjatok neki erőt. Lehet, hogy ő most fáradt és kimerült, de ahhoz, hogy új lépéseket tegyen, kell hozzá bátorság. És pontosan ezekről a tervekről szeretne beszélni veletek. A harmadik kérdés az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre megadja ez a kártya a választ. És az annyit jelent, hogy minden összeomlik nála. Az lehet a munkáját illetően, vagy az anyagiakat illetően. Viszont, ha ő még házas, vagy egy párkapcsolatban él, ez a kártya ebben az esetben azt jelenteni, hogy ő keres egy kiutat. És pontosan ez a napi energia, amit ez a középső kártya mutat. Ez a hölgy mutatja a megoldást. Van egy kulcs a kezében, és nyit egy ajtót, ami a lehetőségeket jelzi. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!